Most egy olyan közel 1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást indítunk el, amelyhez a kormány a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 491 millió forinttal járult hozzá. Hozzá kell tennem, hogy kiérdemelte a vállalat a támogatást, mivel évtizedek óta folyamatosan fejlődő, fejlesztő cégről van szó, bővíti az előállított termékeknek a körét, és az export képessége is jelentős, hiszen ne csak magyar piaci méretekbe gondolkodjunk, hanem tekintsünk mi, aki a határainkon túlra is. A cég ennek is megfelelően jelentős mértékű exportot bonyolít le. A kormány úgy döntött, hogy olyan iparstratégiát kell folytatnunk, ami tovább erősíti a nemzeti ipart, épít az innováció erejére, segíti az új munkahelyek létrejöttét, és támogatja a vállalatok verseny- és exportképességét. Vagyis azokat a cégeket támogatjuk, amelyek munkahelyet teremtenek, és amelyek képesek arra, hogy modern technológiát alkalmazva a piaci versenyben megállják a helyüket.